Sziasztok! Újra itt vagyok. Üdvözlök mindenkit csatornámon, és ahogy említettem utoljára, hogy szeretnék nektek beszélni valakiről, mondjam úgy, hogy bemutatni valakit, nem személyesen, hanem persze online. Beszélni szeretnék ma nektek erről a, hogy is mondjam nektek, sokszor megemlítem az én adásaimba ezt a különös Bashart, ugye? Nos, szeretném elmondani, hogy ki is ő valójában, csak egy pillanatot, bocsássatok, a fény itt mindjárt felborul, oké. Szóval szeretném elmondani, hogy ismertem meg, ki is ő, stb. Ki az ember mögötte, és egy kicsit a filozófiájáról, habár az hosszabb, terjedelmesebb téma lenne, úgyhogy inkább dedikálok neki másik programot, vagy több programot, hogy elmondjam azokat a témákat, azt a filozófiát mondhatnám úgy, amit Bashar átad nekünk, és valójában nagyon sok anyag van, habár van néhány apróság, de mondhatnám azt, hogy tényleg apróság, mert talán jelentéktelen kis dolog, amivel lehet nem értek egyet, de az az én témám, ugye az az én dolgom. Na jó, szóval mutatok majd képet, és mutatok majd egy weblapot, de valójában a weblap az a Darryl Anka emberé, aki azt mondja, hogy ő csatornázza ezt a lényt, valójában azt mondja, hogy földön kívüli lény, akit úgy hívnak, hogy Bashar. És a Bashar az ő nyelvükön azt jelenteni, hogy kontaktus, első kontaktus szakértő. Valami ilyesmi, kommunikátor. Valahogy így fordítják. Na most, első kontaktus szakértő. Kezdjük ott, hogy Bashar maga a lény. Én meg is osztanám a képernyőt egyenesen, ezt ide teszem a sarokba, és akkor menjünk, hol is van, ez itt van. Oké. Menjünk egyenesen ide, oké, ezt így megtaláljátok, hogy bashar.org, oké. És hát ez a férfi, akit itt láttok a képen, ő Darryl Anka, oké, Darryl Anka, angol, amerikai állampolgár. Ő valójában egy, mondjam úgy, hogy egy annak idején technikusként dolgozott a film szakmában, de olyan technikus, tehát ilyen speciális effekt technikusként dolgozott, és abba hagyta azután, hogy elkezdett Basharról beszélni, és hogy elkezdte, hogy mondjam másképpen, a kapcsolatokat élőben sugározni. Tehát a csatornázásokat sugározni, nem csak úgy, hogy élőben, hanem persze ilyen konferenciák stílusában, mondjam úgy, ilyen élő adások, nem online, hanem valójában tehát ilyen kisebb összejöveteleknél, először úgy volt, hogy családi összejöveteleknél, kisebb csoportokkal kezdte, és aztán kezdett növekedni. Na, kezdjük akkor az elején, mondjam azt, hogy tehát ő a Darryl Anka, aki egy földi ember, és azt mondja, hogy valójában, tehát a történet az úgy kezdődik, hogy ismerőseivel ő utazott valahova kocsival, és hirtelen meglátott nem csak ő egyedül, hanem mindnyájan megláttak egy UFO-t, egy repülőtárgyat, amit itt meg is mutatnak a képen, persze egy illusztráció, már az előbb már átment, csak itt ez az UFO, így néz ki, és akkor azt mondja, hogy ez az UFO megjelent előttük, átrepült fölöttük, és aztán eltűnt, és később visszajött, és ott maradt fölöttük. Ők megvoltak egy kicsit ijedve, mondjam úgy, de ez olyasmi volt pontosan, mint egy első kapcsolatfelvétel, viszont nem volt egy annál túlmenőbb dolog, tehát csak megállt az UFO az autó felett, és ők azt kinéztek, és látták, hogy ott áll az UFO, gondolom kiszálltak az autóból, de nem volt ennél több abban a pillanatban. Azután eltelt egy bizonyos idő, amikor azt mondja, hogy Darryl Anka, tehát a férfi, részt vett egy bizonyos olyan ilyen konferenciaféleségen, ahogy mondtam, ahol nem is emlékszek most pontosan, hogy Esther Hicksnek volt a konferenciája, vagy ahhoz hasonló konferenciája volt, tehát most ezt ne vegyétek teljesen abszolútnak, tehát egy hasonló kommunikációs, nem is tudom, dolgon vett részt a Darryl Anka, és úgy magyarázta, úgy mesélte, hogy nem tudom, hogyha ismerős nektek a Esther Hicks, vagy az Abraham Hicks például, akik úgy szintén azt mondják, hogy ők csatornáznak bizonyos lényt, Abraham esetében Ábrahámot csatornázza, Esther Hicks pedig egy másik földön kívüli lényt, akinek tudtam a nevét, de most kiment a fejemből, hát ez szép, na mindegy, majd eszembe jut. Nos, azt mondja, hogy ezek egy ilyen előadáson vett részt, amikor az a személy, aki csatornázott, mondjam úgy, hogy az a lény, aki beszélt rajta keresztül, hirtelen csak azt mondja, hogy itt van a teremben van egy ember, aki készen állna a kapcsolatfelvételre, és hogy csak mondja meg, hogy szeretné-e, hogy elkezdődjön. És rá is mutatott ő rá, és akkor ő felállt, és mondta, hogy igen, szeretné, készen áll. És azután, tehát nem abban a percben, hanem azután majd megtörténik az első mentális kapcsolatfelvétel, mondjam úgy, hogy ő úgy nevezi az egészet, hogy channeling, tehát csatornázás, valójában ez úgy néz ki az egész, mint hogyha telepatikus kommunikáció lenne egész végig, elejétől végig, ahogy majd láthatjátok majd videókon is. Szóval ez az ő weblapja, és itt találni fogunk rengeteg felvételt, és több mindent, tehát ilyen eseményeket, amik lesznek, stb. Itt van egy ilyen rövid részlet, egy bizonyos eseményből, ami már volt, úgy látom, 6. hónapban, amit le lehet, ez is júniusban történt, ez a másik pedig július 29-én, pont még ezután fog történni, és azon kívül van itt még egy olyasmi, hogy televízió, tehát itt van rengeteg anyag. Azt kell mondjam, ugye, hogy folytassam a történetet, hogy akkor az történik vele, hogy megtörténik ez az első kapcsolatfelvétel, és ő akkor nagyon érdekes szenzációi voltak, érdekes érzések fogták el, amit ő nem tudott annak idején értelmezni nagyon jól. Szépen lassan történtek a dolgok úgy, hogy ő tudjon hozzáidomulni ehhez az új kommunikációhoz, kellett az egész elméje, az egész agya, mondjam úgy, hogy hogy hangolódjon hozzá, tehát, hogy képes legyen letölteni az információt, képes legyen azt értelmezni, ugyanakkor azt mondja, hogy úgy meséli, hogy ő egyszerűen úgy történik például egy ilyen élő kapcsolódás, hogy a Bashar teljesen átveszi a kontrollt az ő testén, tehát ő beszél rajta keresztül, tehát nem úgy van, hogy Darryl Anka az, aki mondja a szavakat, aki beszél, persze a teste beszél, de nem az ő elméje adja át ezt, hanem valójában Bashar teszi azt, ugye? Bashar teszi azt, hogy beszél rajta keresztül, és valójában látszik is, hogy amikor befejeződik, vagy amikor külön beszél a két embert, más a hangjuk. Egyszerűen más a hangjuk. Persze nagyon hasonló a hangjuk, de mondjuk más a kiejtése a Basharnak, más a stílusa, ahogy beszél, és hát, mit mondjak? Érdekes. Na de most, a fontos dolog az, hogy amit ő elkezd itt átadni, és mondhatnám azt, hogy már elég régóta figyeltem és követem ezt a lényt, mondhatnám így. Az egész filozófia, amit átadott, az egész tudás, az egész, még azt is mondhatnám, hogy technológia, és a többi, szociális értékek például, olyan dolgokat adott át, amit egyszerűen azt mondtam magamnak, ember ilyet nem tud. Még akkor is, hogyha akadémiailag fel van készítve, pszichológiából, filozófiából, akármi másból, ember ilyet nem tud. Persze ott van az egyik kedvenc filozófusom, a Jiddu Krishnamurti, például, vagy akár mehetnénk régebbre is, amik úgy szintén egy kedvencem, mondhatnám úgy, a Spinoza, de nem is közelítik meg, tehát mondhatnám azt, hogy bármilyen filozófust vennél a világból, aki eléggé, mondjam úgy, egyensúlyozott filozófiát ad át, eléggé bensőséges és eléggé korrekt, és mondjam úgy, hogy felemelő, nem igaz, filozófiát ad át, de nem olyan, mint a Bashar. Azért, mert látszik az is, hogy technológiából, fizikából és másból is sokkal előrébb van haladva. Olyan ötleteket adott át, amit egyszerűen még a kvantumfizikusoknak se jutott eszükbe. És ezért ő segített nekem, mondjam így, hogy tehát, közvetetten, mondjam úgy, ugye, abban, hogy nekem is sikerüljön kialakítsam az én saját filozófiámat, vagy hogy felépítsem az én saját kozmovíziómat, vagy technológiát, vagy a kvantummechanikát fejleszem olyan irányba, amely irányba az akadémikusok nem haladnak. Más irányba haladnak. Másra gondolnak. Más... Nem tudom... Nem teljesen paradoxális módon gondolkodnak, hanem még mindig a logika vezeti őket. És ez az egyik téma, amit Bashar pont megoszt velünk, hogy nem kell teljesen kitörölni a logikát, hanem együttműködni, tehát egy olyan gondolkodást kifejleszteni, ami paradoxális, vagy nem is tudom, hogy mondjam helyesen magyarul, hogy paradoxonon alapuló gondolkodásmód, de ugyanakkor együttműködve a logikus elme, a fizikai elmével együtt. Mert a felsőbb elménk az nem logikusan gondolkodik, és valójában a valóság és a realitás, a teremtés maga az nem egy nem logikus törvényeken alapszik. Úgy, ahogy most megosztottam azt az 5 törvényt veletek az előző videókban, ez pontosan erről beszél, tehát nem logikus törvényeken alapszik, Tehát ezért nekünk ahhoz, hogy tudjunk teremteni úgy, ahogy szeretnénk, be kell iktassuk az elménkbe, mondjam úgy, vagy a mi gondolkodásmódunkba a paradoxonon alapuló gondolkodásmódot, vagy paradoxális gondolkodást, ha lehet így hívni ezt, nem? Nos, ez csak egyik dolog, amit átad ugye Bashar, de azon kívül ugye a lélek, a szellem, a fölsőbb elme, én azt úgy értelmezem, hogy a szellem maga, ő nagyon sokat beszél arról, hogy fölsőbb elme, és én ezt csak úgy tudom érteni, hogy maga a tudat, azaz a fölsőbb elme, és nem a lélek. Itt van egy különbség, amit ő is megmagyaráz, ha bár van egy egész szeminárium neki, ami elmagyarázza ezt, ami nekem meg is van angolul, letöltöttem annak idején az internetről, és ezt nem egyszerű megérteni, de majd mondjuk úgy akkor, hogy majd csinálhatunk mi egy ilyen szemináriumot erről a témáról, ha bár ma azért mondom, nem egyszerű, mert eléggé komplex, tehát mondom úgy paradoxális. Szóval, na jó, mondjam azt, hogy annak idején még, tehát 2010-2011 körül indult el bennem ez az egész, tehát akkor találtam rá, akkor kezdtem el integrálni az ő tudását, az ő tanításait, és még annak idején rengeteg videót lehetett találni a YouTube-on, ma már nem. Miért? Mert történt egy olyan dolog, hogy rengeteg ember kezdte el lemásolni a videókat, és újra feltölteni saját weblapjukra, saját YouTube csatornájukra, és onnan elkezdték, hogy mondjam, tehát úgy, hogy fizetési módon árulni, meg hogy is mondjam, reklámok, ugye a reklámok a YouTube-on, ez hoz nekik pénzt, úgy szintén nekem is, csak nagyon kevés mennyiségben, tehát én nem teszem erre a hangsúlyt, és az történt, hogy én feltettem 2 vagy 3-at, nem akartam többet, de kaptam is egy olyan figyelmeztetést, hogy nem tehetem meg, mivel ez tehát szerzői jog alatt áll, és akkor le is vettem, tehát nem csináltam belőle problémát, de ugyanúgy mindenkit, amennyit találtak interneten, YouTube-on, azt állandóan figyelmeztetik erre, és azért nem lehet tovább találni. Volt egy csatornájuk nekik, és sajátjuk, amit aztán megszüntettek, mert pontosan ezért, mert az emberek állandóan töltötték le a videókat. Na most annak idején meg kell mondjam, hogy én is letöltöttem, ha bár nem osztottam meg újra senkivel, mert hát nem lehet, ugye? De viszont nekem jó azért, mert én újra tudom nézni őket, és újra tudom frissíteni az emlékeimet azokról a tanításokról. Na most ez mind angolul van, nincsen semmi anyag más nyelven, és az a kár, hogy persze kár, hogy nincs más nyelven. Én ajánlottam, írtam nekik egy levelet, hogy ajánlom azt, hogy csináljunk egy közreműködést, hogy én spanyol nyelvre lefordítanám a videóit, vagy a konferenciákat, vagy esetleg a tanításokat, csak éppen úgy elmagyarázom, nem lefordítom, de spanyol nyelven. És mégse történt meg. Nos, nem tudom miért, gondolom nem akarták más nyelven is sugározni, de hát ez van. Na. Nem jött össze, ez az igazság. Na most nem számít, én azt akarom csak mondani nektek, hogy ugye van egy lény, van egy, mondhatnám, hogy földönkívüli lény, aki megoszt velünk rengeteg információt. Na most, azt kell tudni még, tehát akkor mondjak, beszéljek róla még egy kicsit, hogy ki is ő valójában. Azt állítja, hogy valójában ő a Darryl Ankának a jövőbeli énje. mondjam úgy, vagy jövőbeli reinkarnációja. Azért lehetséges köztük ez a szintű kommunikáció, mert valamilyen módon ők energetikai módon ők kapcsolatban állnak és álltak is egymással. Tehát mondjam úgy, hogy tehát akkor a Bashar valójában visszautazott a jövőből a jelenbe, ahhoz, hogy át tudja adni ezeket a tanításokat. Na most azt még kell érteni, meg kell tudni, hogy ő nem úgy veszi, és ezzel egyet is értek, nem úgy veszi a jelent, vagy a múltat, vagy jövőt, mint idővonal, hanem valójában párhuzamos valóságok, tehát mindegyik egyszerre létezik, ugyanúgy az ő létezése és az ő bolygója, az ő népének a jelen pillanatban is levő fejlődése vagy léte, az most történik, az a jelenben van, csak nem a mi valóságunkban, mondjam úgy, hanem egy másik párhuzamos valóságba, viszont ő nekik megvan az a technológiájuk, hogy ők tudnak utazni, vagy nem is mondjam úgy utazni, hanem ugrani, kvantum szinten ugrani párhuzamos valóságok között, úgy, hogy el tudnak jönni ide hozzánk a mi valóságunkba, és így felvenni a kapcsolatot. Na most, ahogy látjátok itt, hogy Bashar megy Szedónába nagyon sok UFO megjelenik, nagyon sok azon a hegyen, ami meg is jelenik itt ezen a képen, és valójában én kaptam is egyszer egy olyan hírt, hogy ha szeretnék találkozni személyesen valakivel, akkor menjek el Szedónába. Nagyon fontolgatom, hogy elmenjek, majd meglátjuk, hogy mi történik. Lehet még nem vagyok rá kész, nem tudom, mit mondjak, majd kiderül. Majd jönni fog nekem az információ, hogy én oda mikor menjek el. Tudjátok, tehát egy ugyanilyen hasonló csatornázáson keresztül menjek el oda. Na jó, akkor mutassak nektek még pár képet, nézzétek, itt előkészítettem egy rajzot. Ez a rajz illusztrálná az ő népét, tehát mondjuk Bashart, ha bár itt nagyon fiatalon van illusztrálva, de mondjam el azt, hogy ahogy ő leírja, tehát ez a leírás szerinti rajz, oké? És úgy írja le, hogy ők egy bizonyos szürke fajtól származnak, de nem teljesen, hanem ők hibridek az emberekkel együtt. Tehát emberi és egy bizonyos szürke faj hibridjei. És akkor az azt jelenti, hogy ez a szürke faj, ahogy ő leírja a szürke fajt, nem azok a kicsi szürkék, amelyeket mi ismerünk. Nekem van itt egy jó pár olyan kép szürkékről, mint például ezek. Hát nem ehhez hasonló, pillanat, hogy induljon be, nem ezekhez hasonló, se nem ezekhez hasonló, hanem valójában a bőrük inkább fehéres, mint szürkébb, se nem ezekhez hasonló, még ez sem, hanem inkább mondjuk, mint ez. Azért, mert azt mondja, hogy az ő szemük sem olyan, mint ez, a szemüknek van írisz, úgy, mint nekünk. Sem olyan, mint ez, habár ez még nem is szürke, inkább mondjam úgy. Oké, tehát van itt nekem pár ehhez sem hasonló, mert ez meg inkább olyan üveges. Ezekhez sem hasonló, hanem ahogy leírta, ugye, ez sem olyan, talán kicsit csak az, hogy ennek fekete a szeme, ugye, ennek is fekete a szeme, tehát ő leírta azt, hogy valójában nekik az ő szemük enyhén nagyobb a miénknél, enyhén nagyobb, tehát akkor mondhatnám azt, hogy hol is volt a rajz? Itt van. Tehát enyhén nagyobb a miénknél, és azután azt mondja, hogy a koponyájuk is enyhén nagyobb a miénknél, tehát nem túlzottan nagyobb, csak enyhén nagyobb, és azt mondja, hogy a férfiaknak nincs hajuk, a nőknek viszont van hajuk. Most van még egy illusztráció, amit itt itt van. Ez egy gyerek valójában, de azt mondja, hogy a nőknek a hajuk szőke, fehér, inkább nem úgy szőke, hanem fehér, és nagyon puha, nagyon sejmes, tehát mintha azt mondanám, hogy egy macskájét, tehát mondjam úgy, ami puha, mint egy csincsillának a bundája, tehát olyan nagyon, nagyon bársonyos, nagyon sejmes, nem olyan, mint sokkal vékonyabb a hajszáluk, mint a miénk. Okay? Tehát azért olyan puha, olyan lágy. Most ahogy látjuk itt ezen a képen, csak mert nincs, ez egy illusztráció, ugye komputeresen illusztráció, annyi, hogy a szemük nagyobb, mint a miénk, a koponyájuk nagyobb, mint a miénk, oké, és a nőknek van hajuk, és fehér, ha bár ez nem fehér, ez szőke, fehér és sejmes. Akkor van még egy ilyen illusztráció, ami itt valójában itt egy szürke gyerek van, de ez azt akarja mondani, hogy van egy hibridizáció folyamatban és földön kívüliek között, ha bár ez a hibridizáció nem jelenség, nem mostani jelenség, hanem ez már évezredek óta folyik. Tehát azt meg kell hagyni, hogy ez nem, tehát a mai emberi faj az nem is egy eredeti emberi faj, hanem, tehát nem az eredeti lírai faj, hanem egy hibrid. Ugye az Anunnakik beleszóltak, a drákók beleszóltak, és azon kívül mindazok, akiket láttatok azon a videón, amit csináltunk a Szecsei Miklósnál. Volt egy olyan térkép, amit mutattam, hogy honnan, milyen konstellációkból jöttek le hozzánk különböző testvéreink, és beleszóltak a genetikai fejlődésünkbe. Azért van a világon valójában ennyi alfaj, mondjam én humanoid, vagy humán alfaj, mondhatnám így. Oké? Okay? Most tehát valójában valamilyen hasonló, ehhez hasonló, csak annyi az egész, hogy ugye itt ennek az illusztrációnak a bőre olyan, mint a miénk, fehér emberé, ugye egy ilyen bézs, rózsaszínes ugye a bőre, viszont az övéké inkább fehéres, szürkés árnyalatú, amilyen például itt. Habár ez az illusztráció nem Bashart illusztrálja, hanem mást, csak azt akarom mondani, hogy nekik az orruk is nagyobb egy picit ennél, amit itt látjuk, és ezen azt látjuk, hogy a szeme az valójában fekete, és valójában a szemüknek van írisz, mint itt. Ha jól emlékszem, azt mondja, hogy nincs fehérje, nincs szemük fehérje, hanem írisz. Volt nekem egy, csak azt már nem tudom hol van, mintha láttam volna valahol egy olyan képet, hogy de nem, itt van. Nos, ez a rajz valójában egy olyan rajz, amit leírás után van csinálva, ez pontosan Bashart ábrázolná, oké, és itt látszik, hogy van fehérje. Tehát akkor lehet, hogy én most tévedek, és nem onnan, nem is lehet, hogy nem onnan jött, nem Bashartól jött ez az ötlet, vagy ez a kis infó. Tehát oké, ez a részlet ne vegyétek figyelembe, nem számít. Oké, tehát ez így néz ki, körülbelül ez a Bashar, és elmondja azt is, hogy az ő civilizációjuk milyen. És nagyon sokat lehetne beszélni róla, de a következőt magyarázza, az ő nevük. Tehát azt mondja, hogy őket úgy hívják, tehát a fajuknak a neve, azt úgy hívják, hogy Sassani, de a kiejtése az, mint az angol nyelvbe a TH, például a Sassani, tehát a nyelvedet a fogad közé kell tegyed, Sassani úgy ejti ki. Most ezt pontosan hogy írják le, nem tudom, hogy lehet, hogy S-szel vagy TH-val, most nem tudom pontosan, de szerintem az S-szel van írva. A bolygójuk neve az Sassani, Sassani, és volt egy olyan pillanat, ahogy ő magyarázza, hogy a fajuk ugrott egy tudásszintet, tehát a fajuknak az egész tudatszintjük ugrott, mondjam úgy, fejlődés gyanánt, vagy fejlődés szempontjából, és ő úgy írja le, úgy magyarázza meg, hogy mindig egy olyan faj, amikor egy ilyen ugrást elér, tehát egy tudatszinten ugrik, akkor megváltozik az ő nevük, az ő elnevezésük, és ezután az ő elnevezésük már nem Sassani, hanem Shakani. Ő így magyarázza el. Szóval annyi az egész, hogy tehát mostantól ők nem Sassani, hanem Shakani. Oké. Nagyon sokat beszél egy szíriuszi fajról. Figyeljetek ide. Siriusról beszéltem már nektek. Siriusról beszél nagyon sokat Stuart Swarlow is. És itt nagyon sok minden van Siriuson, amit még nem tudunk, és nagyon kellene tudnunk. Most azt tudjuk, hogy Sirius, most már tudjuk azt, hogy Sirius nem egy bináris szisztéma, nem bináris rendszer, hanem ternáris, 3 csillag van. Nem 2, 3 csillag van, csak az egyiket nem láttuk, mert mindig úgy állt, olyan pozícióba állt velünk viszonyulva, hogy eltakarta egy másik. Tehát mi a háta mögött volt egy 3. csillag. És... most már tudjuk azt, hogy 16 lakott bolygó van, vagy valami ilyesmi, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok faj, nagyon sok élőlény, nagyon sok tudatos faj, intelligens faj van közöttük, ugyanúgy, ahogy leírja ezt a könyvében Anton Parks. Nem egy könyvében, hanem sok könyvében. Ugye az Enkinek az anyja szíriuszi származású, és érdekes módon kétéltű, amphibius, kétéltű, na és mindegy. Azt akarom mondani, hogy Bashar, amikor elmondja azt, hogy ő honnan ered, ő azt mondja, hogy részben emberi DNS, és részben ennek a fajnak a DNS-éből, tehát keverék, mondjam úgy, a hibrid, viszont azt nem mondja el, hogy melyik az, bizonyos, konkrétan melyik az a bizonyos faj Siriuson, az a szürkés faj, aki őket teremtette, mondjam úgy. Na most, van egy nagyon érdekes dolog, amiről beszél Anton Parks, amit úgy nevez, hogy Kadistu, vagyis életdesignerek, életkreátorok, teremtők, de inkább designereknek lehetne fordítani, mert mint a formatervezők lennének ezek a lények, és ez azt akarnám mondani, hogy hibridizációk, stb. Genetikai módosítások, blablabla, tehát erről lenne szó. És akkor azt kell megjegyezni, hogy Bashar nagyon sokat emleget egy bizonyos fajt, egy szíriuszi fajt, de azt nem mondja, hogy ők lennének azok, akik őket teremtették, mert akkor, amikor pontosan erről beszélt egy ilyen konferencián, hogy kik az ő teremtői, azt mondta, hogy egyenlőre nem mondhatja meg, hogy azt mondhatja, hogy szíriuszi, de azt nem mondhatja meg, hogy kik. Siriusról. Na, hát ez érdekes. Minden esetre más videókban viszont, amikor nem ez a téma, hanem más témáról van szó, mindig emleget egy szíriuszi fajt. És ez a faj azt mondja, hogy az a neve ennek a fajnak, hogy Osz. Nem, bocsánat, az Osz elnevezés az ugrás után, a tudatugrás után történik, és a mondjam úgy, hogy tudatszint ugrás előtti elnevezésük ennek a fajnak az volt, hogy Ciskin. Na most a Ciskin, ez egy szíriuszi faj, akit állandóan becsbe tart, állandóan megemlíti a videóiban, és nekem az a gyanúm, hogy valójában csak direkt nem említi meg abban az első videóban, de ebben meg hagyja, hogy ez magától érthetődő legyen valamilyen szinten, hogy az az a faj, aki őket teremtett, ez a Ciskin. Na most az a probléma itt, hogy nyelvileg az ő nyelvükön vannak elnevezések, a mi nyelvünkön meg más elnevezések lennének például, és akkor lehetséges, hogy ugyanarról a fajról beszélhetünk, csak különböző nyelveken más az elnevezése. Na mindegy, nem számít. Azt akarom mondani ennek, hogy beszélt arról is, hogy ez a Ciskin faj, akkor, amikor megtörtént náluk egy ilyen tudatszintű ugrás, azután ők átnevezték magukat, és azóta ők, az ő elnevezésük Osz. Ennyi, Osz. Na most azt mondja, hogy valójában létezik egy trilaterális, mondjam ugye hármas szintű egyezmény az emberek és közöttük. Tehát a Shakani, most már mondjam úgy Shakani, Osz és az ember. És akkor az embernek is van egy elnevezése, ami pedig a mostani szintű, tudatszintű embernek az elnevezése Enani. Ez érdekes, mert spanyol nyelven az Enani, ha nem is Enani, hanem Enano, azt jelenti, hogy törpe. Hasonló a törpére, most nem tudom, hogy valójában vette, vagy nem vette ezt az elnevezést, ő ezt mondja a videójában, hogy az ő nyelvükön az embernek az elnevezése az Enani, és akkor, amikor az ember tudatszinten ugrást fog végrehajtani, vagy megtörténik ez a tudat ébredés a világunkban, akkor az ember megérdemli az új elnevezését, ami egy következő szintet fog jelenteni, ami úgy hangzik, hogy Enanika. Most érdekes, mert a K magyarul az kicsinyítő, nem igaz? Azt mondanám, hogy törpécske, nem? Törpécske, tehát még kisebbek lennének? Nem, tehát szerintem ez nem azt jelenti, hanem egyszerűen a K, tehát a K-test, a K-testünk energetikailag azt jelenti, hogy megnövekedtünk, tehát mint a Merkaba. A Merkabában létező három szó, ugye, az a K-test, ahogy Mária Magdolna is megemlíti az ő kézírásában, hogy valójában ez volt a célja az neki és a Jézusnak az együtt létük, ezt kellett fejleszteniük nekik. Tehát a K-testük fejlődik, akkor túl tudsz tenni a halálon is, tehát vissza tudsz jönni a halálból. Mert a K-tested az annyira erős, annyira potens, annyira energetikai, hogy te fel tudsz éledni újonnan egy új testben. Tehát valójában halál nem létezik. Na jó, és akkor mondjam azt, hogy ha már az ember felül múlta önmagát, tehát mondjam úgy, hogy megtörténik a világunkban a tudatébredés, onnastól kezdve a mi elnevezésünk Enanika. Oké? És ez érdekes dolog, nem igaz? Mert lássuk, hogy mikor fog ez megtörténni. Ő azt mondja, hogy a jelek, mert ők figyelnek minket. Tehát az ő űrhajójuk, amit itt mutattam, itt megjelent, mindjárt majd megint megjelenik, az űrhajójuk azt mondja, hogy ha jól emlékszek, 2000 km távolságra áll a Földtől, 2000 kilométer, és onnan figyelik a Földet, és figyelik, és mérik az energiánkat, mérik az emberiségnek a tudatszintjét, figyelik az eseményeket, nézik azt, hogy mennyire tudunk haladni előre, és hogy persze teljesen, mondjam úgy, hogy elitmentes világot szeretnének a világon, földünkön, és ez nagyon jó, nagyon pozitív, mondhatnám úgy, tehát ők nem nincsenek kapcsolatban az elittel, hanem magával az emberekkel, mondjuk Darryl Ankán keresztül, és még van valaki, ha jól emlékszek, úgy mondta, hogy még van valaki a világon, aki új szintén csatornázza csak Bashart, ugyancsak Bashart, nem mást. Oké, tehát két emberrel csatornázik, és na mindegy. És akkor arról lenne szó, hogy ők figyelik a Földet, és mindig, amikor történik egy esemény, ami növeli az embereknek a tudatszintjüket, ők közelednek. Tehát lejjebb jönnek a Földhöz, közelítenek a Földhöz, hogy mivel közelebb van az a pillanat, hogy megtörténjen a hivatalos kapcsolatfelvétel. Na most mondjuk egy kicsikét arról, hogy hol is vannak ők, hol van az ő szülő bolygójuk, és ő azt mondja, azt mesélte, hogy ha kinézünk az égre, megkeresünk Oriont, de az Orion irányába kell figyelni, viszont nem az Orionhoz tartozik, ugye, mert az Orionon túl is van tér, meg az Orionon erről is van tér. És azt mondja, hogy abba az irányba kell figyelnünk, most nem mondta meg pontosan a koordinátákat, nem tudom kimérni, de azt mondja, hogy nem láthatnánk szabad szemmel, sem teleszkópokkal, mert az ő bolygójuk infravörös frekvenciában rezeg, és nem tudnánk látni. Kellene egy infravörös teleszkóp, ami tudná érzékelni azt a sugarat, azt az ő frekvenciájukat, hogy tudnánk látni az ő bolygójukat. Nos, azt mondja, hogy az ő bolygójuk, mondjam úgy, hogy teljesen természetes, tehát ők nem avatkoztak bele, mondjam úgy, hogy vad, nem avatkoztak bele a vadvilágba, csak néhány városuk van, tehát nincsenek olyan sokan, mint mi, néhány városuk van, viszont a legtöbbje kint él, tehát nem lent a bolygón, hanem az űrben. Tehát ők építettek űrbeni városokat, és földhöz vannak kapcsolva, mondjam úgy, tehát bolygóhoz vannak kapcsolódva, pályán állnak, és néha-néha leutaznak a földre, a bolygóra, de viszont, mert azért mondja, hogy minimálisan akarnak beavatkozni az ő bolygójuknak a vadvilágába. Tehát valójában egy élő bolygó, zöld, hasonló a miénkhez, nagyon sok az élővilág, a vad élővilág, és ezért nem akarják bolygatni. Tehát azért van csak néhány városuk, nem olyan sok, mint nálunk, és ezért ők azt szeretnék valójában, hogy olyan életet élnek, hogy nem avatkoznak be, tehát tisztelik azt a vad életet, vad világot, nem úgy, mint nálunk például. Nos, azt még hadd mondjam el, hogy ahogy ő leírja, például, hogy az ő fajuk már kialakított egy telepatikus kommunikációt, olyannyira, hogy náluk mindenki telepátiával kommunikál, és annyira, hogy kialakult a hive mind, ahogy mondják angolul, amit mondhatnám úgy, a raj elme, tehát mint a rajnak az elméje, mert ezt így lehetne fordítani, hogy mindenki mindenkivel kapcsolatban áll, például telepatikusan, tudatszinten, Olyan, mint egy hatalmas nagy család. És mindenki hal mindenkit. Például. Nagyon érdekes lenne az ember számára ugye hogy is mondjam nektek, ugye az intim dolgaikat az emberek nem osszák meg, például. De náluk ilyen már nincs. Ők átléptek ezen. Ja, igen, és akkor a következőt mondja, hogy ők még akkor is, hogyha van nekik nemi szervük, és vannak férfiak és nők, ők már nem szexuális módon szaporodnak, hanem energetikai módon, és azt úgy képzeljük el, ez nagyon érdekes dolog, amit még nem értettem meg teljesen, úgy képzeljünk el, hogy egy energiaburkot képeznek, és abba ültetik bele a magjaikat, mondjam úgy, és ott kezd fejlődni a magzat. Tehát egy energiaburokban nem mint egy anyamében, tehát ők nem szülik meg, nem eleven szülők, hanem kívül nem tojásszerűség, hanem energiaburok. És akkor azt kell még megértsük, ahogy ő leírja, hogy az ő népe annyira fejlődött most már, hogy az ő testük hasonló, mint a miénk, viszont többnyire energetikai és kevésbé fizikai. Viszont a miénk fordítva van, a miénk többnyire fizikai és kevésbé energetikai. Tehát ezt meg kell értsük azt, hogy ugye mint nekünk is vannak a csakráink, és van több mondjam úgy, hogy testünk, például az emocionális testünk, vagy érzelmi testünk, az asztrális testünk, stb. Ezek a hozzáértők ezt tudják, akkor a csakrák, stb. És mindenféle energetikai szisztémánk, vagy rendszereink, amik vannak, de ezek nem annyira érzékelhetőek, mint a önálluk. Tehát önálluk sokkal inkább energetikai, a testük nem fizikai. Na most azt mondja, hogy ezért is az ő szaporodásuk az úgy van csinálva, úgy, hogy persze van pár kapcsolat, és ez a pár kapcsolat akkor, amikor eldönti azt, hogy szeretnének utódot, akkor képeznek egy ilyen energiaburkot, és akkor ők átadják, ebbe a burokba beültetik az ő magvaikat, mondhatnám úgy, ugye a petasejtet, az ondósejtet, és így történik meg a fogantatás, tehát nem klónozzák magukat, ez fontos dolog, hogy azt mondja, nem klónozás, hanem ők, tehát, hogy mondjam, két egyénnek a keveréke, mondhatnám úgy, genetikailag. Na most azt kell megértenünk, tehát nagyon sok anyag van, azért mondom, hogy nagyon sok mindenről kell majd beszéljek, most csak éppen annyit akartam, hogy bemutassam őket, de így például azt, hogy az ő DNS-ük milyen, az ő DNS-ük 3 rendi, tehát 3 tripla fonalú, ha mondhatnám úgy, nem dupla, mint a miénk, hanem tripla, és ezt van egy olyan dolog, amit ő egyszerűen megmond, és szerintem is igaza van, mert nem lehetne az, hogy 12 rendű DNS fonál vagy csavar, vagy hogy mondjam, keletkezzen bennünk az 5. dimenzióba, igen, de nem vagyunk az 5. dimenzióba, tehát ez hülyeség, aki ezt kitalálta, ez csak félrevezetés az egész. Nem, tehát 12 rendű DNS nem, vagy szálú DNS, mondhatnám úgy, nem létezhet a fizikai létbe. Maximálisan 3 szálú DNS létezhet, nem 12. Mert nem bírná elviselni a fizikai lét azt a DNS-t. Csak energetikai lények, mondjuk az 4. dimenziótól fölfele, ami mi mai napig fizikai 3 dimenzióba élünk, nem 4 dimenzióba, nem 5 dimenzióba, az nem igaz, amit mondanak mások. Oké? Az New Age baromság. Tehát tudnotok ezt. Tehát nem ötödik dimenzióban vagyunk, és nem is, mondjam úgy, hogy nem is leszünk, csak ha meghalunk. Ha meghalunk, akkor igen, akkor a tudatot tovább él, belép a negyedik dimenzióba, onnan meg az ötödikbe, hatodikba, hetedikbe. És így tovább. Oké? Okay? Tehát a fizikai lét csak három dimenzióban létezhet. Oké? Okay? Nos, és akkor azt mondja, hogy valójában az ő DNS-ük háromszálú DNS, és akkor arról van szó, hogy mi is tudunk így fejlődni, az emberi lény is fog tudni így fejlődni, de ehhez nagyon nagy tudatszintet kell ugrani, oké? Okay? És energetikailag is fejlődni. Nos, gondolkozzok azon, hogy vajon mit tudnék még megosztani ilyen röviden. Ja igen, hallgassunk meg egy, csak engedjétek meg, akkor itt kell egy kicsit módosítsak valamit. Lássuk meg, hogyha felveszi-e, és akkor megmutatom nektek, hogy hogyan is beszél. Van itt egy részlet, például itt, jó? És akkor elindítom, lássuk, hogyha lehet-e hallani a hangot. Good day, greetings. We are now undertaking the transmission to talk about what people on your planet have called the silver cord. The idea of the silver cord, it is that perceived by many who have sensitivity to it, and perceived by those sometimes who are experiencing out of body and near-death experiences as the energetic connection, the electromagnetic connection between your physical version of self and your spiritual version of self. It is the connection that represents the idea that as a spirit, you have projected your consciousness into the dream of physical reality. And as long as you are still experiencing a life as a physical personality, as a physical being, this connection, this extension comes from your non-physical higher mind, your soul self, into the dream of physical reality and is perceived as this scintillating, energetic pathway. There's a question about shifting through realities. Yes. How is it that when we are shifting billions of times per second to all already existing worlds, that we are not, quote unquote, kicking out an existing version of ourselves already there? And how is it we now have that person's past if we have not replaced them? Please, if you can, go into detail here, as I've heard it explained before, and still I can't seem to allow it to stick. The reason it's not sticking is that your concept is erroneous in the idea that things are stuck where they are and you're replacing it. Like it's not moving too. Everything moves together. Everything moves at once. You shift, they shift. The idea is that you're all constantly shifting, so nothing is ever standing still. You're not replacing anyone. You may be taking over, euphemistically speaking, the spot that they used to occupy, but they don't occupy it anymore. Again, look at a stream or a river. Waves move through it, and all of that, and water flows, and all of that, but one water molecule is, in a sense, not taking over from another water molecule. The other water molecule that was there a moment ago has moved on downstream. So it's all moving simultaneously. Nothing is being replaced because nothing is standing still to be replaced by something else coming in. Everything is moving simultaneously. Nos, hallottátok, hogy beszél, és akkor ilyen helyeken, tehát mondjam úgy, hogy vannak kérdések, ő nagyon sokat tehát válaszol dolgokra, hadd jöjjek ide vissza hozzátok, és akkor arról is lenne szó, hogy ahány videót láttam, élőadásokat, egyetlen egyszer sem csinál úgy, hogy mikor egy kérdésre kell válaszolnia, egyszer sem csinál, hogy vajon mit mondjak most neked? Nem. rögtön egyenes válasza van, és olyan például, hogy amikor az ember kezdi mondani a kérdést, még be se fejezi a kérdést, ő már adja a választ, tehát, mert már előre tudja már a befejezését a kérdésnek. Szóval nagyon érdekes, ahogy átadja az információt. Na most én azt rátok bízom, hogy hihető, nem hihető, mindenki döntse el saját maga. Az érdekes dolog az, hogy én olyan dolgokat kaptam tőle, amelyek megváltoztatták az életemet, amelyek segítettek növekedni, segítettek abban, hogy kimenjek a szakadékból, kimásszak a szakadékból, mert pontosan abban a korszakban jött ez az egész, amikor én ott voltam lent. Szóval a szakadék mélyén. Sikerült, nem csak neki köszönhetem, hanem más tanításoknak is, normális, de nagy részét neki is köszönhetem. Ugye, és akkor mondhatnám azt, hogy élő tanú vagyok, hogy az, amit mond, és az, amit átadott, működik. És kvantummechanikailag ugye vannak dolgok, amiket ugye magamtól értettem meg, nem ő adta át, hanem csak egyszerűen mondjam úgy kutatásokon, stb. És amit a könyvemben is leírtam, apropó, hogyha valakinek még nincs meg a könyv, akkor rendeljen nyugodtan. Amit én fejlesztettem itt, ezek a számítások és ezek a képletek, amiket már láthattatok, vagy akinek már megvan a könyv, az tudja, például ez a rész, ez az enyém, oké? És így tovább, tehát ezek a képletek, ez mind az én fejlesztésem, és persze segített ebbe az ő víziója, az ő tanítása, és megérteni azt, hogy hogyan történik a kvantumugrás, hogyan működnek a párhuzamos valóságok, és sok minden más, persze. Nos, akkor mondjam azt ugye, hogy ez egy nagyon érdekes tanítás, amit ő átadott, és azt kell mondjam, hogy nagyon megfogott minden, amit tanított, nagyon megfogott az ő stílusa, az ő kifejezése. Ahogy itt láttátok, Darryl Anka ugye csukott szemmel kommunikál, egyszer sem nyissa ki a szemét például, amikor van ez a kommunikáció. Ahogy ő magyarázza, az, hogy valójában Bashar átveszi a kontrollt a testén, és csak olyan, mintha egy másik sofőrt ültetnél be egy autóba. Pontosan olyan, mivel a testünk az nem más, mint egy hordozó, tehát annyi az egész, hogy egy más tudat átveszi a helyét. Nem az, hogy kitörli a Darryl Anka tudatát, nem csak, hanem mintha áttenné egy másik szobába például, és akkor ő átveszi a beszédnek a kontrollját, és a testének a mozgását, ugye. Mintha azt mondhatnánk, hogy megszállná. Hasonlít erre, mintha megszállná az ő testét, az elméjét, és úgy beszél hozzánk, habár a Darrylnek a tudata állandóan ott van, állandóan hallja és érzi és tudja azt, amit ő kommunikál, és bármilyen pillanatban újra felveheti a kontrollt. Na most sokan mondhatnák azt, hogy hű, nem, ez egy sátán, persze, akkor nem tanítaná azt, amit tanított. Ugye? Hogy akkor ugye megszállott, hogy akkor egy nem tudom milyen, hogy ez veszélyes dolog, hogy én tudom a tanításait, és tudom azt, hogy amit átadott, az helyes és jó. Oké? Tehát én azt tudom, hogy amikor őt kérdezik mások ottan élő adásokba, ő nem hezitál, egyszer sem mondott ott, hogy gondolkozzon, vagy valami, nem. Pontosan tudja precízen minden választ, és hogyan magyarázza el, precízen, néha nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan fejezi ki magát, mert vannak olyan dolgok, amit már elmondott előtte, és ha nem figyeltél, akkor nem érted meg aztán a második részt, például. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy miről is van szó. Tehát amit ebben a kis videóban kérdezett az a hölgy, pontosan egy ugrásról volt szó, hogy hogyan én most átmegyek egy másik világba, ahol van egy replikám én velem, és akkor átveszem annak a helyét. Nem, ez nem így van, mert az is mozog tovább, tehát minden változik. Itt van az 5. törvény. Minden változik állandóan, tehát hogyha én átugrok egy másik párhuzamos valóságba, nem veszem át a helyét valójában az én másik énemnek, mert ő is tovább állt. Valójában tovább ment, tovább haladt. És akkor tehát sok minden van, amit meg kell érteni, tehát az egész tanítást elejétől kezdve végig kell menni az egész tanításon ahhoz, hogy világossá váljon minden. Hogyha most néztek meg egy videót, azt már hát én ebből nem értek semmit, azért mondom pontosan azt, hogy ez ember nem tudja, ezt ember nem tudná elmagyarázni, mert nem lehet. Nem jöhet embertől, mert azért mondom, hogy sokkal jobban, tehát meghaladja az emberi értelmet. És azért az ő tanításai, tehát az minden ilyen magyarázat rettenetesen komplex, paradoxonos, nem tudom, hogy mit mondjak még hozzá, de brutálisan jó. Brutálisan jó, és azt lehet látni, hogy ha te tényleg végrehajtod és véghez viszed azt, amit tanít, így ilyen könnyen fogsz teremteni. Hogy megértsed, hogy a valóság valójában nem ilyen szolid, ilyen hogy mondjam, hogy is mondják magyarul, ilyen nem jön a szó a számra, szilárd, ahogyan látjuk, hanem valójában rugalmasabb, flexibilis, plastik, és valójában ezt mi tudnánk módosítani, ezt a valóságot. Pontosan úgy, mint a tudatos álmodásban, tudatos álomban. Nem tudom, hogy tudjátok, milyen az. Na mindegy. Szóval erről lenne szó, ő lenne Bashar, ő lenne az, akitől én kaptam nagyon sok infót, nagyon sok tudást, mondjam úgy, és én ezt majd szépen lassan majd fogok beszélni róla következő videókban, néhány témáról, néhány dologról. Vannak nekem elkészített témáim, persze, amikről már spanyol nyelven már beszéltem sokat, és majd most már magyarul is fogom majd lefordítani őket, és akkor majd beszélünk róla, jó? Na, körülbelül ennyit mára. Remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket. Ezután vagy ez iránt, a lény iránt, és majd kérdezzetek, oké? Okay? Na most a következő videóban viszont más valakiről szeretnék beszélni, mert ez is nagyon fontos, az Amicitia esetről, ami Olaszországban történt, és majd képeket is mutatok róla. Beszeretném mutatni nektek Gaspar de Lama urat, aki már 102 éves, fel kell hívjam most már telefonom, azt hiszem most van a születésnapja. Ha véletlenül nem történt valami, és nem tudok róla, és már nincs közöttünk, nem szeretném, mert nagyon szomorú lennék akkor. Szerintem még jó egészségben van sokáig. Na, tehát nem sokára találkozunk, köszönöm a figyelmet, és remélem nagyon tetszett. Várom a kommenteket, várom a kérdéseket, és azon kívül rendeljétek a könyvet, mert fontos. Itt beszélek Basharról. Egy kicsit, nem sokat, de megemlítek néhány gondolatot. Oké? Okay? Na, akkor találkozunk nem sokára. Sziasztok, nagy ölelést! Papa!